Melyik a hideg elejét előzkedő? Ez a kettő. Igen. Ez a pirítós, hogy itt a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézményeiben 40 szakmából összesen több mint 1340-en jelentkeztek szakmai vizsgákra, felnőtt képzésben és tanulói jogviszonyban egyaránt. 2020 óta van az új szakmaértékes képzés, ami nálunk május 17-ével kezdődött a cukrásztaktechnikusok vizsgájával. Jövő héten folytatódik a pincér vendégtéri szakembereknél, a szakácsoknál, szakárszaktechnikusoknál és a cukrászoknál. A jövő hét az interaktív vizsgákról szól, utána pedig a gyakorlati vizsgákkal folytatódik és fejeződik be lényegében a vizsga. Van amelyik egynapos, van amelyik kétnapos intervallumot is körülő lesz. Ügyesek, a gyerekek felkészültek, tehát egész évben készülnek, graduális partnerektől is nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a vizsgához szükséges portfólió és nyersanyagkosara terméksorok elkészítésében, legyakorlásában, lepróbálásában, tehát szerintem jól fognak sikerülni a vizsgák. Az OK-es vizsgák ugye 2020-ban befejeződtek, ennek az utolsó vizsgái vannak most már napokban, tehát most például nálunk is még egy OK-es vizsga zajlik. A szakmai jegyzékes vizsga, másképp csoportosították a vizsgákat, tehát ezért van szakmai jegyzékes vizsga, ami egy kicsit átstruktúrált a képzési kimenete követelményeket a vizsgáknál, tehát a képzéseknél. Stábunk a szekszárdi Hunyadi Vendéglátó Iskolában tekintette meg a szakmai vizsgák menetét. A mai vizsgatevékenység a vendéglátás szervező tanulóknak a vizsgája. A vizsga két részből áll. Az első vizsgatevékenység az interaktív vizsga, ahol szakmai számításból, illetve gazdasági elméleti részekből álló feladatlapot írtak a diákjaink. A mai napon pedig a gyakorlati vizsgatevékenység bonyolódik, forgószínpadszerűen lett megszervezve, két részből áll, a szakácsok és a pincér tevékenység fog lebonyolódni. A pincérek egy tételhúzással kezdtek, hogy kihúzták a díszterítésnek az alkalmát, fölmentek az informatika terembe és megírták a menükártyát publisher formátumba. Ezt kinyomtattuk, és ennek alapján díszterítést végeznek. A díszterítést a zsűri, a vizsgabizottság értékeli, utána pedig fölterítenek az élő munkára. Az élő munka közben idegen nyelven kell kommunikálni a vendégekkel. Ők a duális partnereink és a támogatóink egyébként, akik vendégeknek hívunk ilyenkor. Egy csomagolás része folytatódik, számla készítése a záró esemény ennek a tevékenységnek. A szakácsok pedig párhuzamosan tevékenykednek, ők háromfogásos menüt készítenek el, minőségi és változatos alapanyagokhoz. A legfontosabb a vizsgán, hogy ők felkészült állapotban érkezzenek mentálisan is, és a szaktudásuk is megfelelő legyen. Mi ezt minden alkalommal az év folyamán próbáljuk őket szennírozni a vizsga helyzetnek megfelelően, illetve az, hogy tűzbalesetvédelmi oktatásban vegyenek részt, mert itt nem csak magunkra kell figyelni, hanem a vendégekre is, hiszen a konyhán azért tényleg veszélyes üzem, ha így fogalmazhatok, úgyhogy mindenképpen erre figyelni kell, illetve hát a felszolgálás kapcsán is előfordulhatnak balesetek, de erre is fel vannak ők készítve. Büszkék vagyunk a diákjainknak a munkájára, és nagyon jó érzés volt őket is még egy éven keresztül elkísérni ebben a folyamatban, és bízunk benne, hogy mindenki meg fogja találni a számításait a vendéglátásban. Balázs Dániel pozitívan számolt be vizsgatapasztalatairól. Vendéglátás szervező képzésen vagyok, ez annyit jelent, hogy 4 plusz 1. A 11. évfolyamban megszereztem a szakmai vizsgát, a 12. évfolyamban megszereztem az érettségit. Az elméleti részünk tegnap írásbelivel kezdődött, a mai nap felszolgálunk, díszterítés, menükártyaírás, eszközismeretek voltak, és a második fele az egy konyhai főzés lesz, ami 3 ételből fog állni, főétel, desszert és egy előételt kell készítenünk. Az írásban is szerintem nagyon jól ment, most benne vagyunk már a terítési folyamatokban, szerintem az is eddig jól megy, és még kíváncsian várjuk a délutáni főzési gyakorlatot.